Második alkalommal került megrendezésre az izményi Székely Népi Együttes jóvoltából a Székely Gyermekcsoportok találkozója. Legelőször 2019-ben szervezték meg az eseményt, a tavalyi évben a pandémia miatt azonban elmaradt. A rendezvényen 8 völgységi gyermekcsoport mutathatta meg tehetségét a közönségnek. A rendezvényünk célja, hogy a gyerekek egy minél korábbi, egy még érzékenyen befogadó időszakban tapasztalhassák meg az összetartozásnak az örömét. Ők ezt sajátos módon teszik. Tehát nem arra figyelnek fel először, hogy ők a bukovinai székelyek nagy családjába tartoznak, hanem ennek az összetartozásnak kisebb elemeit, részleteit emelik ki. Például, hogy ugyanolyan színű a szalag a hajamban, ugyanolyan ruhát adott rám anyukám, látom a színpadon, hogy ők is ugyanazt táncolják. A tavaly előtti rendezvény alkalmával egy kislány odaszaladt hozzám, hogy Évi néni, ellopták a szirbánkat. És hát ilyenkor mi játszódik a gyerek fejébe? Az, hogy ez az én szirbám, de akkor most ez az ő szirbája? Akkor most ez az én szirbám, vagy az ő szirbája? És akkor ebből fog kialakulni az, hogy tulajdonképpen ez nem az én szirbám, és nem az ő szirbája, hanem ez a mi közös szirbánk. A rendezvény elsődleges célja, hogy a gyermekek megszeressék a hagyományápolást a különböző programokon keresztül. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége közös rendezésében van ez a rendezvény, ami nagy öröm számunkra, hiszen mindig is ezt mondom, hogy utánpótlást, fiatalokat magunk mellé kell állítani, magunk mögé és magunk elé is, hiszen az ember nem él még a világ, és át kell örököltetni azt, amit örökségül kaptunk mi is. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy az itteni vezetők fölvállalták, helyet adtak, és ugyan tavaly kimaradt a vírus miatt, de az idei évben, hál' a Jóistennek, sikerül megrendezni. Mindenképpen fontos számunkra az, hogy azokat az értékeket, amit mint egy gyerekcsoport tehát elő tud adni, az mindenképpen legyen benne a tarsolyukban. Én arra gondolok, hogy ugye gyönyörű gyerekénekek voltak, gyönyörű gyerekjátékok, táncos alkalmankon be tudtak mutatkozni, illetve tulajdonképpen a mostani időkben meg felnőtt csoportok mögé állva tulajdonképpen tudnak ők is műsort adni. Úgy gondolom és bízom benne, hogy minél inkább fogékonyak lesznek a gyerekek, hiszen elég nehéz, leterheltek, ugye iskolák elég sok terhet raknak a nyakukba, de úgy gondolom, hogy a tánc, az ének, az mindenképpen egy egész embert kíván, és tulajdonképpen minden megmozdít. Az a legegészségesebb, ahogy mondják, a legegészségesebb sport. Az izményi Székely Népi Együttes hagyománnyal szeretné emelni a találkozót, hogy a gyermekek tovább vihessék a székely kultúrát. Hogy miért fontos ez nekünk, mint izményieknek? Itt legalább van élet, a mi kis településünket, azért most itt van mennyi 100-150 emberke, azért ez egy jó dolog, amikor bejönnek a településünkre, és viszik az izmény ilyen szerzett tapasztalatokat, vagy élményeket. A Népi Tánc Együttesünk ugye 71-ben alakult, és onnantól kezdve, ugye itt ez ennek már hagyománya van az izményben, ugye túlnyomó rész székelyek vannak, és én úgy gondolom, hogy ez még sokáig így is lesz, pláne így, hogyha fiatalok, ha bár most nem csak izményiek vannak ebbe a fiatal csoportban, a gyerekcsoportban, hanem a környező településekből is idehozzák a gyerekeket. Hát ez fontos, én úgy gondolom a gyermekeink életébe, és bízom benne, hogy minél többen ezt válasszák, és segítenek abba a szülők, amit külön köszönök, a pedagógusok, akik felkészítik, hogy ezeket át tudjuk adni.